6 perc elmúlt, 8:30 koronavírus körképpel folytatjuk a ma reggelt. Előtte lássuk, hogy mik a legfrissebb adatok a világból összesítve. A regisztrált fertőzöttek száma most már meghaladja a 443.777.000-et, és világszerte több mint 5.989.000-en hunytak el a vírus okozta valamely szövődmény miatt. A beadott oltások száma pedig átlépte a 10.566.000.000-t, ideért az összes adagot, első, második és az emlékeztető adagokat is. Lássuk, hogy ma honnan jelentkeznek tudósítóink a legfrissebbekkel. Ma Németországba, Spanyolországba és Szlovéniába kapcsolunk. Németországgal fogjuk kezdeni, ugyanis több járványügyi korlátozás is megszűnt már péntektől Németországban. Az intézkedések fokozatos kivezetéséről még februárban döntöttek. Berlinből pedig Noll Katalin jelentkezik és mondja a további információkat. Jó reggelt kívánok! Kezdjük azzal, hogy mennyiben változnak, illetve hát tulajdonképpen mától már változtott meg az életük a németeknek a hétköznapokban, a mindennapokban. Jó reggelt kívánok! Németországban az oltatlanok élete változik elsősorban. Még februárban fogadtak el egy 3 lépcsős nyitási tervet, és ennek a második fokozata az, ami most életbe lép. Itt elsősorban ugye az éttermek, a hotelek, tehát a gasztronómiai egységek és a vendéglátóhelyek helyzete változik, ide mostantól az oltatlanokat is beengedik, tehát a 3G szabály lesz érvényes, oltási igazolással, gyógyulási igazolással vagy negatív teszttel lehet bemenni ezekre a helyekre, és emellett a szórakozási lehetőségek is bővülnek, megnyílnak a diszkók és a klubok. Igaz, ide még csak az oltottakat engedik be, és a kétszer oltottakat is csak egy negatív teszttel, de emellett többen mehetnek koncertekre vagy stadionokba, sportrendezvényekre, hiszen a belső tereknek a 60%-a, a külső tereknek pedig a 75%-a kihasznált lehet. A németek talán március 20-át várják a legjobban, hiszen az lesz az a nap, a harmadik fokozata az enyhítéseknek, amikor a jelentősebb korlátozások megszűnnek. Igaz, ugyan a szövetségi egészségügyi miniszter Karl Lauterbach mindvégig óvott attól, hogy túl gyorsan hajtsák végre az enyhítéseket, több hét keresztül folyamatosan csökkent az új fertőződéseknek a száma Németországban. Most viszont néhány napja ismét egy enyhe növekedés az, ami megfigyelhető. Itt a fertőzés gyakorisági mutató az, amit ugye közzétesznek a 100 000 lakóra jutó új fertőződéseknek a számát. Ez országos szinten ismét meghaladja az 1200-at, de két olyan tartomány is van, Türingia és Szászánhál tartomány, ahol az 1600-at is meghaladja ez az érték. Ez azt jelenti, hogy ezekben a tartományokban vörös riasztás van érvényben. Weimarban például az 1500-at közelíti ez a szám. Ennek ellenére egyébként az enyhítéseket végrehajtották, de a szövetségi egészségügyi miniszter egyébként azt szorgalmazza, hogy dolgozzanak ki egy olyan opciót, ami lehetővé tenni, hogyha növekednének a számok, hogyha a kórházak telítettsége növekedne, akkor ismét visszaállíthassák a korlátozó intézkedéseket. Türingiának a miniszterelnöke Bodo Ramelow is megfertőződött egyébként. Nemrég a koronavírussal az antigén gyors tesztje és a PCR tesztje is pozitív lett. Ezzel együtt Németországban ezt többször hangsúlyozták már, tetőzött az ötödik hullám, az Omikron hullám. A Robert Koch intézet szakértői ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy ez az idősebb korosztály körében, tehát a 65 év felettiek körében még nem következett be. Köszönjük szépen. Németország után Spanyolország. Folytatódik az országban a korlátozó intézkedések feloldása. A legújabb módosítás szerint már nem kell karanténba vonulnia azoknak a kontaktszemélyeknek, akik közvetlen kapcsolatba kerültek egy koronavírusos fertőzöttel. Az enyhítések a javuló járványhelyzetnek köszönhetők. Fehér Krisztinát kapcsoljuk Madridból. Milyen korlátozások maradnak még egyelőre érvényben, és azt lehet-e tudni, hogy ezek meddig? Köszöntök mindenkit! Országos szintű még érvényben lévő korlátozás a járvány miatt már csupán egyetlen egy van, ez pedig a beltéren továbbra is kötelező maszkviselés. Jelenleg minden nyilvános helyen hordani kell, tehát tömegközlekedésen épp úgy, mint az iskolákban. Viszont egyre több tartomány sürgeti az egészségügyi minisztériumot, hogy az oktatási intézményekben már ne kelljen felvenni a maszkot. Andalúzia, Murcia, Madrid és Katalónia is azt szorgalmazza, hogy fokozatosan oldják fel ezt a korlátozást az iskolákban, a legfiatalabbaknál engedménytéve legelőször. Ezt a lazítást még korainak tartotta a szaktárca az e heti egyeztetésen a tartományokkal,
De a miniszterelnök egy tévéinterjúban már beszélt arról, hogy hamarosan itt lehet az idő, amikor beltéren sem kell maszkot hordani. Egyelőre nem konkretizált azt, hogy ez mikor történhet meg, annyit mondott, hogy a járványügyi szakmai véleményektől teszik függővé a döntést. Minden esetre az iskolákban nagy jelentősége van annak az enyhítésnek, amit a héten vezettek be, már nem kell karanténba vonulnia azoknak, akik közvetlen kapcsolatba kerültek fertőzött személlyel, még akkor sem, ha nincsenek beoltva koronavírus ellen. Eddig ezekre a kontakt személyekre ugyanúgy 7 napos karantén vonatkozott, mint a fertőzöttekre, függetlenül attól, hogy tapasztaltak-e magukon tüneteket vagy sem. Mentességet kizárólag az oltottak kaphattak. Mivel a 12 év alattiak körében a legalacsonyabb az átoltottság, hiszen őket még csak december közepén kezdték el oltani, ezért az eddigi szabályozás leginkább a gyerekeket korlátozta. Míg 12 év felett 91%-os az átoltottság, addig az ennél fiatalabbaknál 57%-os az egy dózissal és 20%-os a két dózissal oltottak aránya. Az enyhítéstől függetlenül az egészségügyi minisztérium azt tanácsolja, hogy aki közvetlen kapcsolatba került fertőzött személlyel, az 10 napig fokozottan figyeljen a maszkviselésre, a távolságtartásra, és amennyire lehet csökkentse a társas érintkezéseket, de leginkább kerülje a találkozást veszélyeztetettnek számító idősekkel vagy gyenge immunrendszerű betegekkel. Köszönjük. Végül nézzük Szlovéniát, ahol leszállóágban van a járvány 5. hulláma, ezért a kormány úgy döntött, hogy megszünteti a kötelező maszkviselést az iskolákban. Lendvára kapcsolunk Magyar Lovrics Mirjanához. Mik az új szabályok? Mindenki elhagyhatja most már Szlovéniában a maszkot? Szép reggelt kívánok! Hétfővel Szlovéniában megszűnik a kötelező maszkviselés az iskolákban és az egyetemeken. Nagy az öröm a gyerekek, az egyetemisták és a tanárok, a professzorok körében is, hiszen a maszkviselési kötelezettség eltörlése mindenkire vonatkozik az oktatásban. Ráadásul nem csak az osztályokban és előadótermekben, hanem a folyosókon és más közös helyiségekben is. 2 évre rá, hogy Szlovéniában diagnosztizálták az első koronavírusos beteget, az élet az iskolákban visszatér a normalitásba, végre ott is mindenki fellélegezhet. János Poklukar egészségügyi miniszter ennek bejelentésekor kiemelte, hogy Szlovéniában ténylegesen leszálló ágban van a járvány 5. hulláma, hogy csökkent a kórházban és az intenzív osztályokon kezelt betegek száma, ezt tette tehát lehetővé az enyhítést. Egy a kivétel, továbbra is maszkot kell viselniük azoknak a diákoknak, egyetemistáknak és tanároknak, akik külső szolgáltatónál vesznek részt gyakorlaton, például fodrászatokban, boltokban vagy éppen kórházban. A maszkviselése ugyanis más nyilvános zárt térben továbbra is kötelező. Szlovéniában amúgy 2 hete oldották fel a járványellenes intézkedések döntő többségét, és néhány kivétellel megszüntették a COVID-igazolványok használatát, és eltörölték a tesztelési kötelezettséget is. Közben mi a helyzet az oltásokkal? Mert ugye nemrégiben is arról számoltál be, hogy gyakorlatilag megszűnt az oltások kérése a lakosság részéről, és emiatt a nagy oltóközpontokat be is kellett zárni. Így igaz, most annyi a változás, hogy Szlovéniába végül is megérkezett a Novavax fehérje alapú biotechnológiával előállított oltóanyag. Az egészségügyi miniszter így felszólította mindazokat, akik még nem vették fel a koronavírus elleni vakcinát, és netán jobban megbíznak a már évtizedek óta ismert technológiában, tegyék ezt meg, vegyék fel a vakcinát, hiszen a védekezés a vírus ellen továbbra is nagyon fontos. Itt a lakosság valamivel több mint 40%-a nincs beoltva. Az átoltottság aránya már néhány hete egyáltalán nem változik, a hatóságok pedig most azt remélik, hogy ezen változtat majd a Novavax, és újdonság az is, hogy a szlovén egészségügyi hatóságok jóvá hagyták a 12 és 18 év közötti gyerekek számára az emlékeztető oltás felvételét, a döntést az Európai Gyógyszerügynökség ajánlása nyomán hozták meg. Magyar Lovrics Mirjánának Szlovéniából, Fehér Krisztinának Spanyolországból és Nóll Katalinnak Németországból köszönjük szépen az információkat.